az iskola életébe kaptak betekintést a diákok. Gyermekvédelmi konferenciát tartottak a városban. Pétervásárhelyen győzték le az ellenfelet. Köszöntöm nézőinket, Hegedűs Viktória vagyok, Önök a 60 TV híradóját látják. Informatikai, ügyviteli, közgazdasági, általános gimnáziumi és egészségügyi képzésre is jelentkezhetnek azok a nyolcadikosok, akik a Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban szeretnének tanulni szeptembertől. A nyílt napokon az iskola életébe is betekinthettek a diákok. Általános tájékoztatóval kezdődött a tegnap reggel a Széchenyi István Római Katolikus Gimnázium és Szakgimnáziumban. A nyolcadikosoknak most is nyílt napon mutatta be az iskola, hogy milyenek a képzések és a mindennapok a közgében. A tornateremben részletesen beszámoltak a tanulmányokról, lehetőségekről, emellett a vallási vonalat is hangsúlyozták. Fehér Józsefné igazgató elmondta, fontosnak tartják az ilyen programokat, mivel sokan csak az interneten tájékozódnak, de szerinte érdemes ellátogatni a nyílt napokra is, mert ott a légkört is meg lehet ismerni. Az iskolában 5 képzést tartanak. A 2018-19-es tanévben ugyanúgy, mint tavaly, 5 ágazati forma közül választhatnak a hozzánk jelentkezők. Egészségügy, közgazdaság, informatika, ügyvitel, szakgimnáziumi képzést biztosítunk, és gimnáziumi, általános tanterű gimnáziumi oktatásra is jelentkezhetnek intézményünkbe. Az érdeklődők körbejárhatták az iskolát, megismerhették a teljes épületet. Mindemellett részt vettek különböző órákon, ahol a tanárok módszereiről, az osztályközösségről kaphattak élő képet. A széchenyis diákok szerint pedig érdemes ide járni. Vince Bence úgy véli, a tanórákon mindig jó a hangulat. Sokat nevetünk, sokat tanulunk. A tanárok is nagyon jól felkészítenek, elmagyarázzák, arra mennek, hogy értsük az anyagot. Táborozások is vannak nyáron, most megyünk majd a nyáron Barcelonába, visznek minket, akkor télen megyünk Bécsbe. Az általános iskolák végzősei pedig alaposan szemügyre vettek mindent. Voltak, akik barátokkal, mások szülőkkel látogattak el a nyílt napra. A továbbtanulás lehetőségeit vizsgáljuk, és a környékbeli iskoláknak a nyílt napját látogatjuk meg, hogy egy komoly döntést tudjunk hozni. Mások pedig már konkrét tervvel érkeztek, tudván, hogy szinte biztos, hogy ezt az iskolát jelölik meg első helyen. Nekem tetszik ez az iskola, mert ugye több ágazata is van, és az informatika, ami most nagyon fontos a mai világban, az manapság már nélkülözhetetlen. Szóval én tehát arra jelentkezek. Nagyon sok barátom jár ide egészségügyre, és ők mondták, hogy ők is nagyon szeretik, és ezért. Az intézmény egyre népszerűbb a fiatalok körében, 3-4-szeres a túljelentkezés. A most indult tanévben pedig az előzőhöz képest 60 fővel nőtt meg a tanulói létszám. A gyermekvédelmi törvények változásáról is szó volt a gyermekvédelmi konferencián. A Grassalkovics Művelődési Házban megtartott rendezvényen a segítségnyújtás segítő módszerekről is beszéltek. Ismét a Grassalkovics Művelődési Ház adott otthont a második járási család- és gyermekvédelmi konferenciának. Ezúttal a krízishelyzetek kialakulása, annak okai és megoldásai kerültek fókuszba a nap folyamán. Horváth Richárd polgármester rávilágított, önhibájukon kívül sokan kerülnek olyan állapotba, amit egyedül már nem képesek megoldani. Ekkor olyan szakemberek segítségét kérik, akik meghallgatják és támogatják őket. A segítőszolgálatok munkatársai minden nap bizonyítják, hogy ezt a szakmát csak teljes odafigyeléssel lehet végezni. Én nem tudom, hogy önök hogyan csinálják, hogyan oldják meg azt, hogy miután látják ezeket a mély, igazán megindító sorsokat, és hogyan élik túl a mindennapokat, hogyan tudnak ezzel nap mint nap szembesülni, hogyan tudnak segítséget adni ezeknek az embereknek, és nem tudom, hogy hogyan tudják megvédeni a lelküket.
Heves megyében így 60-ban is több gyermekvédelmi problémával találkoznak a szakemberek. Az elhanyagolás, a családi kapcsolatok minősége is nagyban befolyásolja a gyermekek későbbi személyiség fejlődését. Ennek kezelésére az összes fiatalkorúakkal foglalkozó intézmény és szolgáltató segítségét kérik a szakértők. Hát szeretnénk a különböző intézmények, szolgáltatóknak a munkáját egymáshoz közelíteni ezen a területen is, hiszen krízishelyzetekben mindig szükséges, hogy szorosan együttműködjünk egymással. Az egészségügyi intézmények, tehát védőnők, gyermekorvosok, kórház, rendőrség, különböző más hatóságok képviselői, például a gyámhatóság, de sok egyházi és civil szervezet is képviselteti magát. A családtagok közötti feszült érzelmi állapot akár több hétig is eltarthat. Amennyiben ezt nem kezelik megfelelően, úgy a gyermek megragad azon a szinten, ahol olyan rossz alkalmazkodási módot talál, ami akár a szenvedélybetegség kialakulásához is vezethet. A megyei labdarúgó bajnokság 13. fordulójában az RC 60 Pétervásárára látogatott szombaton. A hazaiak minden eddigi megszerzett pontjukat hazai pályán érték el. Most küzdelmes mérkőzésen a 60-i csapat győzött. Pétervásárán bár a nyára már elkészült az új centerpálya, helyett egy edzőpályán játszották a találkozót. Az első percekben folyamatos játék nem tudott kialakulni, inkább csak ívelgettek a csapatok. A hazaiak pontrúgásokkal és előrevágott labdákkal próbálkoztak. A 15. percben kézbeadását Cibolya fejeli a kapufára, amely a rossz talajról kifelé perdül. Karácsony szögletét Puporka kijuti, ácsfordulásból ő neki pattan a védőkről. A 22. percben Váradi már ugrik ki, majd a nagyokat pattanó labdát Aszódi mellett lövi a jobb alsó sarokba. Ezzel megszerezte a vezetést a hazai csapat. Szabó íveli fel Simon fejére a labdát, Ács pedig kapásból mellé lő. Újabb felívelés után Simon lövését üti fölé Puporka. Púzsa beadása keveredik Ács elé, aki ismét alig lő mellé. Közvetlenül a félidő lefújás előtt sikerül az egyenlítés. Kész próbál betörni, de megállítják. Cibolya megszerzi, majd fordulásból betalál a hálóba. Az 55. percben Sárközi remek labdát kap a bal szélen, és hatalmas gólt lő a sarokba. Ezzel már 60-i csapat vezet 2-1-re. A 60. percben Nagy Ádám lövését véri Aszódi. A 63. percben Tóth Kristóf szöglete tekeredik az elcsúszó Aszódi felett a hálóba. Simon emelése Sárközitől elpattan, de Cibolya ellövi, ám kissé fölé. Karácsony szabadrúgása Sipos fejéről Ács elé kerül, Ács lövését Sipos sarkaja centikkel mellé. A 81. percben Karácsony szögletét Simon fejeli le, a kipattanó Tóth elől kivergják. Ács visszaemeli, és Simon kapásból bevágja a győztes gólt. Legközelebb ismét idegenben, Hevesen, november 18-án, 13 órakor lép pályára a csapat. Péntek hajnalban helyenként páraköd képződhet, majd napközben felhős borús időre számíthatunk, kisebb csapadék többfelé előfordulhat, 7-11 fokig emelkedik a hőmérséklet. Szombaton egy hidegfront átvonulását követően feltámad az északnyugati szél, sokfelé elered az eső, mindössze 6-10 fokot mérhetünk. Vasárnap szintén szeles napra készülhetünk, néhol kisebb eső, magasabb tájakon húzápor is előfordulhat. Kisebb lehűlés veszi kezdetét, 4-8 fokra számíthatunk. Kedves nézőink, Önök a 60 TV híradóját látták, most a 60-i Porték című magazin műsorunk következik. Ha tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!